jó sötét van. Itt lent, Spanyolországban, meg a déli határ fele ott azért. Hát, sokkal később világosodik. Azt vettem észre, meg a fűtés is megy. Nincs hideg pedig. Na mindegy, itt vagyok Bordeaux környékén. És hát el kell menni valami gyárba felrakni. Megnéztem az interneten valami faipari gyár, csak hát perceken belül odaérek, aztán sötét lesz, na mindegy, majd hát ha látok azért valamit. 69,5 órát álltam a parkolóba, meg előtte vagy 5 órát az útszélén. Úgyhogy azt... Fú. Ez durva volt. Én azt hittem, hogy még kapok valami felrakót pénteken. De hát úgy tűnt, hogy nem. És akkor hétfőn is felkeltünk, volt ott egy másik munkatársunk, beszélgettünk, minden. Volt fél egy, hogy kaptam munkát. Hú, mondom, jó. 300 üres kilométer idáig, meg 1880 haza. Na de hát, mondtam, hogy nekem ez így nem jó, mert most nem akarok hazamenni. Hát ez ki van zárva, hogy én most hazamenjek. Mert a 4 hét az úgy járna le pont, hogy ugye péntekre. Vagy hogy ez pénteki lerakó lenne. Valahogy úgy járna le a 4 hét, csak hát most nem akarok hazamenni. Majd jövő héten. Mert nem valami jó meló ez most, hogy elnéztem, mert Szigetvárra kell menni. Hát névből én azt hittem, hogy ez valami, vagy Tiszaparton van valami sziget, vagy Dunaparton van valami sziget. Ugye a mentén nyilván, ahol víz van, de hát itt nincs víz, a közelbe se. Hát le kell menni arra lefele, a déli határ fele, még a Balatontól még azért menni kell. És hát az a helyzet, hogyha az ember oda megy, onnan még hogy fog felmenni Pestre? Ugye üresen lehet, hogy az úgy nem éri meg. Akkor hogy fog felmenni Pestre? Úgyhogy sebrádes autópálya sem megy arra Szigetvár fele, csak ilyen, gondolom, ilyen minőségű főutak. Úgyhogy aztán nem. Ezt most elcseréljük, aztán jövő héten meg hátra kapok valami jobbat. Nem azért, mert ha most jövő héten kaptam volna ezt, akkor el kellett volna vinni. Csak jobban szeretem a Pest környéki fuvarokat, és akkor odaérkezek, ki tudok pakolni a kocsiból. Most is van nálam 2 láda sör, vagy 2 karton, azt is el kell vigyem. Ilyenek, amúgy ja, megnéztem itt Bordeauxban, van az a törzshelyem, ahol mindig megállok. Ahol most is meg lehetett állni. És megnéztem a belga sört, és ugyanannyiba kerül, mint Lillében. Nincs akkor a választék, mert például a nagy üvegesből egyáltalán nem volt. Meg a... Hát van ebből a lőből, vagy 9-10 féle amúgy. Hát, ja, ott körül. Elég sok féle van belőle, de hát itt volt, hogy 3-4 féle, gondolom a legnépszerűbbek. Ez a sárga, a medgyes volt, meg a kék, meg volt valami bordó, vagy lila. Ez olyan 3-4 féle volt, nem volt több. De nem vettem, csak megnéztem, hogy mennyibe kerül, és ugyanannyiba kerül, mint Lillében. Tehát ott is mennyi 10-60 körül volt ugye a, egy kartonnal, a 12 darab, itt is ugyanannyi. Ami jó, mert hogyha Bordeaux esik útba, ugye meg lehet állni a boltnál, és sokkal, mert ugye a Carrefour előtt állsz meg, nem kell 1 kilométert cipelni 2 karton sört, mint Lillébe. Úgyhogy ebből a szempontból még itt Bordeauxban még jobb is.
tegnap le kellett volna, hogy jöjjek ide a címre, de hát minek? Parkolójuk sincs elvileg. Hát, úgy nincs parkolójuk, hogy a műhold kép szerint nincs, legalábbis nem láttam. Na, lehet, hogy az úton meg lehet állni. Nem tudom, de amúgy is be akartam menni Bordóba. Ja, ott van. Másfél kilométer. Hogy megnézni eleve, hogy mennyibe kerül a sör. Ez egy fontos tényező. Aztán igazából túl sok értelmes dolgot nem is vettem, mert vettem egy üveg vodkát, viszem haza, megisszuk. Uborkát, banánt, paprikát, mármint fűszerpaprikát. Aztán minden hülyeséget vettem, csak éppen vajat nem. Úgyhogy ennyit erről. Na most nem tudom, meddig kell vinni ezt a pótkocsit. Nem baj, legalább belakasztom már, ez úgy sem olyan jó, mondtam, hogy le van lakva. Mert jó, ezt nem fogják leblombálni, de azt hittem hirtelen, hogy a Gregorshoz kell menni tőled, a vodkát is itt kell rakodni valahol Bordó környékén, mondjuk ez még kicsit arrébb van. De ez sincsen túl messze innen. Mondom, hát a vodkát azt leblombálja. Akkor megint cseszhetjük. Na, a falu már stimmel. Az jó. Aztán néztem, hogy nem az a cégnek a neve, meg megnéztem az interneten, azt valami faipari firma. Biztos, hogy oldalra fogják rakni, meg kell, de 10 spanifer. Ja, nem vettem kenyeret sem, minek még van. Gondoltam rá, hogy veszek. De hát minek? Úgyis csak rám lomlik utána. Hát nem tudom, amúgy ilyen még nem volt, hogy csak úgy kapjak magyar munkát. Amikor úgy, hogy lejárna a 4 hetem, azt addigra hazaérjek. Hát eddig mindig úgy volt, hogy hét elején szóltam, hogy péntekre, vagy csütörtökre szeretnék hazajutni. És akkor volt, hogy nem is magyar kaptam, hanem németet, meg így össze-vissza valamit, és ő aztán magyar, vagy akasztottam valakivel, érted? Most meg, mikor nem akarok hazamenni, akkor megküldik. Az, hogy ez most csak véletlen, vagy nem, nem tudom. De mindegy, most nekem nem jó hazamenni, mert most azt néztem, hogyha most hazamegyek, akkor megint otthon vagyok a hónapban 5-6-7 napot. Hát inkább 6-ot vagy 7-et. Mert ugye az elsőjét azt elcseszték jászbenénybe nekem, mert 10-kor léptem határt. Szóval 10-ig ugye nem kapok fizetést, majd 10 után. A napi bért. Aztán most, hogyha hazamegyek, hányadika lerakó, ez 20, itt tudom én hányadika. 29, jó, hát akkor 6-ot, 7-et nem, de... Nem, de úgy készültem, hogy jövő héten megyek haza, akkor jövő héten megyek haza. Mindjárt megnézem, hányadikai lerakó. De ez lesz az itt jobb oldalt. Az igen, nem dolgozik még itt senki. Várjál, én ide jövünk. Vagy hova? Remélem, hogy ez itt a bejárat. Aha, itt a cégtábla. Hát ott látok mozgást. Mennyi a hétre kelt ide? Hát kicsit korán jöttem, nem baj, megrékelizem addig. Azt, hogyha elindulok utána, megint nem lesz evés. Ha ma itt vagyok, már fel is rakhatnák akkor. Na, hol van?
kinyitja az öreg. Ja, van valami hangja. Az biztos, hogy elsők vagyunk. Az 100%. Csak nem volna itt ez a kapu. Soron valami bírok átmenni rajta. Hát át tudnék menni. Végül is. Csúszásgátlót nem rakok alá, akármi is ez, mert ha a másikon megint nem lesz, akkor megint kiszív, hát én, úgyhogy nem, akkor nem rakok alá, hanem majd átteszem a másikra, ennyi, lekötöm spaniferre, az jó van. Gondolom ezt, ahogy is hívják, ott teszi fel ezt a... Na, és szóval ez kötve amúgy. Na jó, hát. Ja, megnézem már hányadik a jelenlátás. Lerakás. 25. Ja. Na hát ezért dehogy nem, hát na hát ezért nem megyek haza. 25. egy lerakás szám, oké. 5-6 nap. És nagyon mit számolni rajta, 6 napot vagyok otthon, akkor megint a hónapba. Igen, péntek. Hát nem, mert... Végül is nem, mert... Ugye ha péntek, akkor hazamegyek szombat, vasárnap, hétfőn már indulok, és akkor... Hát akkor 4-et. Na. De jó, hétfőn akkor még. Vagy érdemes 29-30-30. Na mindegy. Majd hazamegyek elsőjén. Ugye? Mert, ja. Mert akkor otthon vagyok. Hát, 5, jó van. 1, 2, 3, 4, 5 napot körülbelül. Így meg, hogyha elsőjén megyek haza. Hát, vagy elsőjén, vagy 31-én. De majd meglátom. A legalább 4 napi, az 200, több mint 200 euró. Így döntöttem, úgyhogy így lesz. Nem tudom, fel kell őket hívjam, hogyha felraktam. Tehát... referencia számom sincs. Vannak olyan cégek, ahol vagy nem adnak, vagy nincs, de nincs. Akkor is tudják, hogy minek jöttél, csak
Nekik nincs, vagy nem ad számot, vagy valami ilyesmi. Megnézem. Ilyen egy szigetvár, hallod? 3-8, egy valami falu. Ott van egy szigetvár. Dancs. Micsoda? Milyen házi? Dencsházi úr. Ha gondoltad felrak 24 tonnát, elvileg, itt az van. Át Olaszországba a hegyeken. Sose tudom merre kell menni, most a Frejuson megyek, vagy hol. Fogalmam sincs, mindjárt megnézem. Merre megy. Ki lehet kerülni a Frejust? Éppen. Jöhetne valaki be ide mögém, aki itt dolgozik, és akkor kinyitná ezt a kaput. Túl korán jöttem. Felkeltem fél, hogy hogy volt? 5-20-kor, mondom 40-kor akartam amúgy felkelni. Ha felkeltem, akkor már elindulok. Ezerhétszáz hetvenöt meg 1880, ja, akkor egy körbe kell menni. Hát igen, mert ez a Frejuson megy. Aha. Ja. Ez a Frejus, tuti, akkor mi legyen, kerüljen ki. Hát, én nem tudok csinálni. Ezt a gombot kell egy gombot. Lehet, hogy nem kottam. Akkor mondja, itt van a Frejus. Ez. És akkor, hogy menjek így lekörbe a francba. Hát ez nagyon nagy kerülő. Itt meg a Mont Blanc van, ugye, hát ott meg megint az ugyanúgy fizető. Hát nem tudom, hogy van, hogyha attól függ, ki intézte a szállítást. Hogyha a magyar cég intézte a szállítást, az tuti nem fizet ki 300 eurót a Frejus alagútra. Az 100%, hogy azok nem fizetik ki. Inkább körbe kell menni. De hogy jön ki az 1880, azt nem értem. Hát ez a legrövidebb útvonal. Lyon. Megint kérnem kell útvonalat szégyen szemre, mert nem tudom, hogy merre kell menjek. Hogy jön ki itt 1880 km-re? Azt nem értem. Volt már ilyen pedig. Ha körbe megyek, az biztos, hogy sokkal több, mindjárt megnézem. Olaszország. Ez mi az Isten, ja, bold. Szlovénia. Ez még nem az. De arra kéne menni. Ja, ezt akkor nézd meg, hogy hol esik ez a szigetvár. Pécs, 6-os. Nagyatád, szigetvár. Tessék. Hát innen még én hogy megyek be? A telepre. Üresen az nagyon messze. Kerüljem ki ezt a Frejust.
Hát arra erre tudok jönni csak, hát erre körbe, Monokónak, de hát... Tudom én, de... Adok egy köztes pontot, de az úgy nagyon messze van szerintem. Ja, de hogyha felfele megyek, akkor meg a Mont Blanc-on kell átmenni, ott meg már Svájc van, nem? Arra tuti, lefele kell menni. Na tessék, így meg 1945. Ezt mondtam. Ugye? Ugye itt, tehát erre megint nem mehetek, hogyha nem fizették ki a alagutat, mert a fölött meg már Svájc van. Nyilván oda nem megyek be. Ötletem sincs akkor neki kérdezni. Se erre, se arra. Hát meg a, nem tudom. Inkább kitörlöm ezt a szügyeség, ez meg túl sok. 100 km, tehát itt 1780. Valahol. 100 km-re többet kell menni. Körülbelül. Most szállingóznak befel. Ja, 7-től van itt munkakezdés, ez még egy fél óra. Addig tudja, hogy itt fogok állni. Hát akkor megyek a Freyson, nekem most mindegy. Nem tudom. Na jó, megreggelizek, aztán majd megyek amerre. Most megkérdezem, hogy akkor mi legyen ez a... alagúttal. Hol lehet az azosan, eddig ott kint két tábla, de szerintem a faluba, vagy városba, vagy akármi is ez. Volt itt egy, ahol a autópálya kijárat volt, tehát nem lehetett bemenni ezzel. Feltételezem, abba se lehet majd bemenni, csak ha úrva esik, csak hát ha valahogy mégis meg lehetne ott állni. Egy ilyen egyszer majdnem beleszaladtam, hogy autópályára így ment fel az út, és hát ezek az olaszok, ezek nem akkor villognak, hogyha kienged, hanem azért villog, hogy ő jön, szóval figyeljek oda, hogy ő jön. Én meg jöttem itt lendülettel, villog már messziről, jó van, mondom, akkor kienged, de látom, hogy nem lassít. Hú, mondom, akkor mégse enged ki, ezt a kicsi... Satufék, mondom, mégse. Ja, itt bele lehet szaladni ilyesmibe, nem árt oda figyelni ezekre. Előzésnél is villognak. Közben elcseréltem ugye a pótkocsit. Kaptam egy ürest, aztán most elmegyek ide felrakni, de hát holnap este 10 órás felrakó, de hát mit csináljak, már így is állok 24 órája, mondom, elmegyek, megnézem. Persze parkolójuk nincs, vagy hát ha lesz, nem tudom még,
Na, mindegy, ha nem lesz parkoló, visszaállok a pályára. A kijárathoz, mert ott viszont volt egy benzinkút, és akkor gyalog. Ha lehetséges, akkor gyalog, átmegyek az Osamba. Tessék, nincs is kint több tábla. Úgyhogy mindegy, amúgy jobb volna, ha felrakná, mert 1660 km-re rakott, Liverpoolba kell lerakni, és akkor ugye van csütörtök, holnap péntek, de szombat reggel 7-től nem lehet menni sehol, úgyhogy felrakná péntek 10-kor, és akkor hát reggel 7-ig, ameddig jutok. Mert le van foglalva az időpont, de hát volt már olyan, le volt foglalva, azt mégis felrakták, úgyhogy hát. Mert ugye, hogyha most felraknám, még ma is van, ma is tudnék menni rengeteget, még túl a Mont Blanc-on, vagy a Brenneren, bár nem, inkább a Mont Blanc-on kell menni. Az osztrák nekem nem fekszik annyira. Meg ha a Brenner, akkor meg azt hiszem németen kell átmenni. Így, hát az se fekszik annyira. Úgyhogy inkább legyen inkább a Mont Blanc. Ha arra kell menni, még túl a Mont Blanc-on, még holnap is egész nap, meg még azután is, még akár szombat reggel is, hét előtt is mehetek, mit tudom én, még egy 4 órát, attól függ, hogy hogy esik a pihenő. Szerintem azon az Osonon már túljöttünk. Ennyit erről. Kiraktak 2 táblát, az jó van. Mindegy. A kenyerem nincs, továbbra sincs. És továbbra sem, hát igen. Ja, de miért nincs? Mert ott bementem Bordóba, hogy ugye megnézem eleve, hogy van-e sör, hogy mennyibe kerül, ha van, és meg hogy mennyibe kerül. Kiderült, hogy ugyanannyiba kerül, mint Lillébe, szóval nagyon király, mert hogyha vagy Lille, vagy Bordó esik útba, akkor tudok venni olcsón sört. Na, mondom, ez fasza. És de mondom, kenyeret nem veszek ilyen 1,5 euróért, mert mondom, minek, van még, amit vettem Franciaországba. Erre másnap reggel, mert mostanában főzök, ugye most már nem eszem ezt a mostanában, vagy 2 hete, vagy 1 hete, vagy 1,5 hete, valami ilyesmi. Ugye nem eszem ezt a bepácolt húst, hanem főzök valamit, mert meguntam a húst. De ahhoz meg ugye vagy krumplit sütök hozzá, vagy most is tésztát csináltam, ugye nem kell hozzá kenyér. Hát képzeld el, hogy másnapra a Bepené szerette kenyér reggelre. Úgyhogy rohadtól örültem neki. Hogy ott voltam a boltban, minden hülyeséget vettem, amit lehet, de kenyeret azt nem, mert úgy voltam, hogy van, erre kiderült másnap, hogy nincs. Mert ami volt, az megrohadt. Ennyi. Fantasztikus, mondom. Azóta még nincs kenyerem. Most is ott álltam 24 órát, és nem volt egy bolt. Túloldalt, hogyha átmegyek 4,7 kilométert, akkor lett volna egy Carrefour, de hát az is ki tudja, hogy milyen. Valahol venni kéne kenyeret, meg hát eleve valami főzni valót is mondjuk. Úgy voltam vele, hogy hát nem jött ma sokáig meló, és akkor mondom, ha nem jön délig, akkor nekiállok főzni, aztán hogyha közben jön, akkor most már megfőzök, nem érdekel. Hát meg tudtam még főzni, mert végül is közben jött, de úgy, hogy ugye holnap estére, csak elmegyek megnézem. Úgyhogy megfőztem. Majd venni kell majd hétvégére megint valamit, de hát ha holnap rakja fel, megyek reggelig, talán elmegyek a Mont Blanc-ig vagy valami. Nem tudom. Nem igen tudok venni város nézni sehol. Hát mit tudom én, majd lesz valami, most oda megyünk, megnézzük. Aztán ha nem, akkor visszaállok a pályára, azt elmegyek a boltba. Majd megnézem műholdképpen, hogy egyáltalán el tudok-e menni gyalog. Van-e valami kerítés, amin nem tudok átmászni, vagy valami, mert az se lehetetlen. Hát mondjuk, hogyha a Mont Blanc-on kell menni, ugye a Control Plus-nak a túloldalán is van
egy bolt, de az iszonyú drága. Hát ott tényleg, ha más nem, ott csak kenyeret érdemes venni, semmi más, mert ott olyan árak vannak. Meg volt olyan, hogy nem is annyit fizettem, mint amennyi ki volt írva. 8 euró helyett 13-at. Vettem egy ilyen kilós csirkefalatokat, és akkor 13 euró érte. 4000 forint. Azért... hát... ja, azért az... durva. Big Store, az mit akar? Mi az? Mi van akkor? Na, valami műanyaggyár állítólag, ez, megnéztem a interneten. Na most mész vagy nem? Nem. Mi is már a cég? Valami Adler vagy Adler? Valami is. Adler. Hát ja. Csak hogyha meg... ha nem lesz parkolók, azt vissza kell menjek az Osamba, azt nem tudok elmenni az Osamba, gyalog se. Hát akkor ilyet kapok, mert... ennyi erővel elmehettem volna Torinónak a túloldalára is. Ahol viszont tuti, hogy van... van Osan, és meg is lehet állni. Mert ugye voltam már ott egyszer. És az 16 km lett volna oda. 12 vissza, az ugyanez, mint most. Na, jól kell kimenni. Ja, következő. Zóna. Na, ott van valami bolt. Vagy az ez? Hát ez valami bútorbolt. Hát ilyen helyen meg nem fogok megállni éjszakára, a cég lopnak reggelre. Akkor ha lesz 30 üres vagy plusz kilométerem, az kész, hát annyit megér. Ne lopjanak szét. Na, hadd nézzem, itt van valahol balra. Na, tessék, 12 tonnás tábla van balra. Magazinó. Hát ott van a firma. Ott az Adler, tessék, balra. Hát mióta van ez az internet, ugye? Ez a telekomos. Vagyis mióta van ennyi. Ugye ez a 10 GB, hát azóta sokkal könnyebben dolgozom, hallod, nincs ez a kínlódás, mint ami azelőtt volt. Ugye megnézem az interneten a céget, megnézem azt is, hogy van-e kamionos parkolója, ennek most nincs. De legalább tudom, hogy mire számítsak, nem az, hogy ide jövök, azt akkor bambáskodok jobbra-balra, azt se tudom, mi van. Itt az Adler, itt balra, vagy jobbra. Azt itt kell lemenni, hűha. Itt, ez itt a teher bejárat. De fasz, hogy mögöttem megállnak. Itt mennek be a kamionok, látszik, ahogy is hívják. Állj, mit kéne csinálni? Lehet egyáltalán... nem is, inkább megállok itt. Már hogyha meg nem rakja meg... ha nem rakja meg, akkor meg tolathatok vissza. Mert a képes, az nem enged be megfordulni se. Ja, ez lesz a jó megoldás, hogy... mert arra... valahol... hí, mondjuk lehet, hogy is megszívtam. Na mindegy. Valahol van itt egy körforgalom, vagy majd valamit cseszek, hogyha mégse rakja meg. Mindegy, itt megállok. Nem megyek le oda a francba, hát nézd meg. Jó, tudom, hogy menjek le oda.
megkérdezni. Ezzel itt nem tudok mit kezdeni. Sehogy nem tudom. Oh. Na mindegy, nem, nincs rakodás, úgyhogy vissza álltam ide. És elsétáltam körbe a boltba, és miközben sétáltam, azt kívántam, hogy bárcsak esne az eső, jelenleg most még nem esik, de már csepereg. És örülök neki, nagyon meleg van. 29 fok van. Olyan árak vannak, ha itt is. Egy ilyen rossz kenyeret vettem. Látszik rajta, hogy szar. 2 euróért, és úgy, hogy egyébként 3 euró lenne, csak most akciós volt. Meg venni akartam egy konyharuhát. Aztán, mert voltak ilyen akciós cuccok, tudod, ilyen polcon. És akkor ott volt, hogy 1 euró, beütöm, és akkor 2. 2 eurója nekem nem kell, arról volt, hogy 1 euró. Na mindegy, minden egyes alkalommal, akárhányszor ilyen boltba megyek, mindig megnézem a kamera cuccokat, hogy hát ha találok valamit, bár már nem nagyon akartam venni semmit, de ma mégis vettem, mert találtam olyat, amire hát nincs égető szükségem, de még jól jöhet. Úgyhogy vettem egy ilyen keretet. Ez mire lesz jó? Ez arra lesz jó, de ez is ott van már azért egy ideje. De nem akciós volt, hanem teljes áron vettem. Ez arra lesz jó, hogy belerakom a kamerát, vagy mindjárt, vagy hát mindjárt belerakom, és akkor közben tudom például tölteni. Ritkán, ezért mondom, hogy annyira nagyon nagy szükségem nem volt rá, de mondom, mégiscsak megveszem, ha már itt vagyok, mert utána fog kelleni, és biztos, hogy egy évig kell megint kolbászoljak Európába, mire egyáltalán találok. És néha van, amikor olyan szép a naplemente, és pont így állok, nem így, csak most pont szembe állok a nappal, és akkor kiraknám a kamerát, és akkor csinálnék egy ilyen naplementés felvételt, de ugye akkumulátorról ez lehetetlen, mert olyan jó másfél órát bír aksiról, ott körül, és hát másfél óra alatt meg nem megy le a nap. Erre kell nekem ez a keret, néha majd. Ez egy hosszú távú befektetés. És belerakom a kamerát, kiragasztom az üvegre, vagy akárhova, azzal a tapadókorongos hülyeséggel, amit megvettem, és vagy kétszer használtam azóta is. Jó beruházás volt az is, ahhoz képest, hogy egy vagyomba került. Hát ezt is kb. Olyan, ez is körülbelül olyan rendszerességgel fogom használni, mint azt, de de legalább van. Megnézem, mi van ebben a dobozban. Hát valami használati útmutató, de lesz benne. Bírom az ilyen kis dobozokat. A GoPro-s matricát hallod, nem adnak egyikhez se, csak a kamerához. A manuál semmi érdekes, hogy kell használni, meg ilyenek. Ja, és akkor van még egy ilyen talpam, abból már van annyi, hallod. Ja. Ja, le van írva, hogy 6 féle nyelven, hogy kell használni, aki esetleg nem tudná. De én tudom, úgyhogy nekem ez nem, meg magyarul amúgy sincs. Olaszul meg nem tudok, úgyhogy... Ugye... Aha. Jó, értem.
Jó, most faszával összefogdostam, ottom nem kellett volna. Istenem. Ugye adnak hozzá egy ilyen lencsét. Ez megvédi a lencsét. Vagyis egy ilyen védőt hozzá. És ez üvegből van. És hát én most összefogdostam a zsíros kezemmel, mert ugye az ember keze mindig zsíros. Összefogdostam belülről, hál' Istennek, úgyhogy... Hát nem is én lennék szerintem. Csak olyan szar, hogy a fejemnek a fele fehér. Nem tudom, mit csinál. Nagyjából megcsináltam. Ezt kéne itt valahogy, hogyha fentebb ülnék, várjál csak. Felpumpálom az ülést. Teljesen? Tessék. Már is jobb. Na most ezzel nem kezdem, hát jó, mondjuk itt egy kicsit, de... Ezzel nem kezdem újra az egész felvételt. Ha még egyszer biztos, hogy nem bontom ki. Aztán nem, mondjuk... Ugye, ez ennyi az egész, szóval ez egy hoki műanyag. Semmi érdekes ahhoz képest, hogy egy vagyonba kerül. Hát figyelj, pofátlanul drága szerintem. Aha. Most ez csak ennyi. De ha belerakom a kamerát, akkor... Ja, mert várjál, hogy van? Van egy két mikrofon ebbe. És elvileg jobb lesz a hangminőség is. Kiderül. Mert akkor ezentúl nem kell ugye a vízállótokot használnom, hanem ezt. Na megint, ó Istenem, megint összefogdostam belülről. Ez üvegből van egyébként, nem műanyag. Ezt ugye rá kell ide tenni. Ez csak ennyi az egész. Hát ez csak azért van, hogyha ledobálom ide mondjuk az apró pénz közé, vagy valami, akkor hogy mégse sérüljön a maga a lencse. Hát ugye ez azért van. És akkor, ahol hol lőttem, mert itt van. Ide belerakom. Ez ennyi az egész? És ezt rácsukom, ez ennyi az egész? Ez nem esik ki innen. És ez nem esik ki innen. Ennyi pénzért hallod? Na ne is. És akkor ez így néz ki. Ugye? Na és akkor, ugye, azzal a tapadókorongos hülyeséggel, amit megvettem és vagy kétszer használtam, azzal kitapasztom, és akkor innestől kezdve itt meg tudom tölteni. Tehát itt ennek ez a lényeg, hogy tudom tölteni. Mi a melyikű? Ez nem is kompatibilis. Ja, de, csak fordít. Na mondom, nem emlékszem rá, hogy adtak volna hozzá külön kábelt. És akkor ugye én ezt kezdve tudom tölteni, amíg a akkumulátor bírja ugye, vagy hogyha hálózatról töltöm, igen, akár meddig le. Mehet a felvétel, amíg be nem telik a kártya. Na, hál' Istennek ebből is van most már még egy. Akkor meg ebből is van most már még egy, akkor... Ja! És akkor ezt, hogy tudom én ezt használni a mindennapokban? Ugye, hogy... Akkor innestől kezdve ezt a... Már jól le van harcolva ez a vízállótok. Emlékszem, legelőször, mikor megvettem a kamerát,
Hol vett? Kasselben, Németországban. Én azt hittem erre, hogy ez egy ütésálló tok. Én nem tudtam, hogy ez a vízálló tok. Azt hittem, hogy ez egy ütésálló tok. Ugye akkor még megvolt a kempingbiciklim. És ugye adtak hozzá egy, vagy két, vagy három ilyen, amire ezt rá kell csatlakoztatni, a másik oldala meg ugye ragasztós. És akkor hát mit csináljak, visszafele bicikliztem a kamionhoz, mondom, milyen jó lenne. Hát az volt az első, hogy felragasztom a sárvédőre, és akkor milyen jó képet csinálok. Ez jó is volt. Mentem a lejtőn lefele, mint az állat. Csak jöttek az autók szembe, és akkor fel kellett mennem a járdára. Hát igen, de ott meg volt egy ekkora patka. És hogy felmentem a patkára, leesett a kamera, és elkezdett arra gurulni a francba ott az út közepén. Ugye az volt az első, hogy itt is levertem a kulimászt róla, meg még valahol. Ja persze, hát itt is. Tehát ahol leért, ott végig körbe lement róla. Hát mondom, jó, hát végül is mondom, ez egy ütésállótok, hát ennek ez a dolga. Rögtön, miután ott hagytam 130 ezer forintot érte. Aztán rájöttem, hogy hát ez végül is nem az ütésállótok, hanem a vízállótok. Később. De végül is ütésállótoknak is jó. Baromi sűrűn fogom használni akkor azt a vízállótokat ezután. Hányszor megyek vízbe? Idén voltam egyszer? Á, nem egyszer, kétszer. Ja, kétszer. És akkor ezt így fogom használni ezentúl. Elvileg jobb lesz a hangminőség. Meglátjuk. Ája. Aha. Mert ugye van egy mikrofonja itt fent. És van egy itt oldalt. Ja igen, ez itt meg azért van, hogy lássam, hogyha megy a felvétel. És, elmondom, ott álltam a kasszánál, és mondom, nem veszem meg, mert tök jó, hogy mondom, kiragasztom az ablakra, hogyha mondjuk felvételt akarnék csinálni. De például a kijelző meg nem tudom rá applikálni sehogy. Hát mondom, akkor nem ér francokat se az egész, mondom, akkor nem veszem meg, nem költök el rá egy vagyont. És akkor ide van írva, ugye itt van a hátulján, megnéztem újra. Ide van írva, hogy kompatibilis az LCD kijelzővel, és a külső, és hát ezzel a hátsó akkumulátorral, ugye, mert lehet hozzá kapni ekkora akkumulátort is. Az is volt most itt, de azt majd talán legközelebb. Baromi drága az is. Mindjárt megnézem, hogy tényleg kompatibilis, de biztos, hogy az, hogyha azt írták. Ebben vannak nekem az ilyen kamerás cuccok. Ugye ezt akkor vettem, mikor mentem Kijevbe. Már ami belefér, mert ez a cuppanós, ez nem fér bele. És le se kell venni hozzá, és le se kell venni hozzá. Aha. És le se kell venni hozzá a keretet, jól ki van találva. Ja. Ja, elég masszívan van rajta ez az üveg, ez azért nem jön le olyan könnyen. Ilyen párnás gumis a belseje, és rászorul lencsére. Jó, hát ezt a kijelzőt ezt leveszem, ez nem kell most.
sokkal kisebb, mint a vízállótokban. Hát nézd meg, hogy ez milyen vastag. Ja. Jó, és stabilan van benne. Azt hittem, hogy nem, de... Ezt nem mondom, hogy ennyit megért. De végül is figyelj, szerintem nem rossz. Ugye az SD kártyát is ki tudom venni belőle. Ja nem. Ja de. Ki tudom venni, ha kell. Jó. Na. Hát erről ennyit. Akkor az is van. Ezen felül most, hogy még mit szeretnék, nem tudom, mert múltkor felmentem a hivatalos oldalára a GoPro-nak, és lepörgettem az összes kiegészítőt, és megnéztem, hogy mi az, ami még kellene. Úgy gondoltam, hogy azért erre még néha szükségem lehet. Ugye hosszú felvételeknél. Aztán volt, hallod, ilyen szépiás lencse, meg ami ilyen rózsaszín, az is ilyen 40-50 euró. Semmi más, csak egy ilyen rózsaszín üveglap a lencse elé. Úgyhogy... Mire jó, azt nem tudom, fogalmam sincs. Na, de volt, aki azt írta az interneten, hogy nem értem egy kijelzőt venni hozzá, ugye a múltkor, hanem helyette le kellett volna cserélnem az egész szettet az ötösre. És nem éri meg. Tehát egy az, hogy az ötös itt 470 euróba kerül, itt a kóba, úgyhogy nincs hozzá semmi. Tehát 470 euró maga a kamera, igen, az már ugye eleve vízálló, meg van hozzá egy akkumulátor, meg egy kábel, szerintem azt ennyi. Tehát ez 470 euróba kerül. Most, hogyha azt nézed, hogy egy akkumulátor, az 25 euróba kerül. Ugye, és akkor egyet adnak a kamerához, nekem van kettő, meg amikor vettem a töltőt, akkor ehhez is adtak még egyet. Na de hogyha... Tehát az ötös kamerához nem ilyen akkumulátor kell, hanem abban megint egy ötödik fél akkumulátor van, akkor megint kellene venni egy külön egy ilyen töltőt, ez is valami... Hát, franc, meg nem mondom neked, de ez is olyan 40 euró körül van egy ilyen töltő, ilyen dupla töltő. 25-30 euró egy akkumulátor hozzá, akkor... mondjuk az vízálló az nem kell ilyen tok, meg ilyen izé. De hogyha azt nézed, hogy tehát abban benne van a kijelző, az oké, okay, de a négyesre, ugye erre a fajtára sokkal több kiegészítőt lehet felaggatni, mint az ötösre, szerintem. Mert ugye itt van mondjuk ez a keret, ilyen nincs az ötöshöz, szerintem, nem tudok róla, hogy lenne. Akkor kijelző mondjuk az van benne, az való igaz, vízállónak vízálló, de például olyan aksit, ugye, ami akkora, mint ide a kijelző, egy ugyanekkora akkumulátort, olyan sincs az ötösöd. Szóval azt megint nem tudod rárakni. Tehát abban benne van az az akkumulátor, ami benne van, ugye ez a kicsi, és akkor annyi. Tehát az, hogy most lecserélném az egészet, nem éri meg nekem, hát az rengeteg pénzbe kerülne, hát gondolj bele. Csak a kamerát megveszed 470-ért, veszel két akkumulátort 50 euró, veszel egy ilyet, az van vagy 40 euró, veszel, mondjuk SD kártya az nem kell, mert mondjuk azt nem adnám el hozzá. Mit tudom én. Nem éri meg szerintem. És annyival meg nem jobb az ötösnek a képminősége. Tehát én néztem összehasonlítást is, minimális az eltérés csak a 4-es meg az 5-ös közt, nem éri meg. Még tudja, hogy nem éri meg, sőt, hát még talán a 6-osra, de hát az is ki tudja, hogy hol van még, de... Nekem, aki már ennyit belefektetett ugye a kiegészítőkbe, nekem már nem éri meg, meg nem is akarom.
Nekem nagyon jó ez a 4-es szerintem, én ezzel nagyon el vagyok. Hol vannak megint az akkumulátorok? Egy van benne, egy van itt. Megint hova hánytam el? Hallod? Itt is van egy ilyen. Minden, nem tudom, hol vannak már meg az akkumulátorok. Mindent elhányok. Volt két darab 64 gigabájtos SD kártyám volt, itt van. Ott is van. Most már csak egy van, mert az egyiket elhagytam valahol, vagy elkevertem valahol, az most már csak egy. Úgyhogy iszonyat mennyiségű pénzt el lehet erre költeni. Hát, ja, mert az, hogy csak megveszed a kamerát, megveszed 470 euróért, mondjuk én 430-ért vettem, az egy dolog, de onnastól kezdve nincsen semmit. Hát, ugye megvettem a kamerát, kipróbáltam, feltöltöttem meg minden, és akkor másnap mentem be a városba, hogy csinálok felvételt, és akkor olyan szinten merült lefele, mert ugye másfél órát bír körülbelül ez a kis aksi hozzá, hogy mentem a Saturnba és vettem egy másikat másnap egyből. Ugye venni kellett ugye ezt a fejpántot, ez is belekerült, vagy mit tudom én, 20-30 euróba. Tehát itt iszonyat mennyiségű pénzeket el lehet erre költeni. Főleg akkor, hogyha mindenből ugye a saját márkásat veszed meg. Mert persze nem muszáj, csak mégis. Hát egy ilyen táska, ez is 30 euróba kerül. Hát nem ez. Ez nem tudom mennyi volt. De a rendes GoPro-s táska az 30 euróba kerül. Ja, nem ugyanakkor. Ja, tényleg. Full a blokk. Van hozzá 2 év garancia. Direkt szóltak, hogy tartsam meg a blokkot, mert... Van hozzá 2 év garancia. Ez, vagy hogy ezen mit tud elromlani, azt nem tudom. De ha erre járnék véletlenül, Mondovi, akkor ne felejtsem el, hogy ide vissza lehet hozni, reklamálni. Akár. Úgyhogy nekem nem éri meg az ötös, meg nem is akarom, én már elég pénzt költöttem erre. Tehát amennyiben a kamera kerül, annyit még egyszer rá kell költs is. Jó, mondjuk ugye azért mondom, hogy nem teljesen, mert ugye ez is használható lenne. Az a korongos hülyeség is, akkumulátorokat kellene másikat venni, meg töltőt, de hát ez épp elég ok, hogy én ne vegyek meg. Amúgy is most semmi értelme, mert alig van különbség a kettő közt, úgyhogy szerintem nagyon jó ez a 4-es is. Én meg vagyok vele elégedve, úgyhogy meg az, hogy mondom, erre azt teszel, amit akarsz. Ha akarod, kijelző van rajta, ha akarod, ez a bateripak, akármit tehetsz rá. A 5-ösre meg már úgy érzem, hogy nem, nincs annyi kiegészítő hozzá, meg nekem ez a szürke kivitel, de én mondom, nekem ez nem is tetszik annyira. Már maga, ahogy kinéz a kamera, nekem annyira nem jön be. Ez a 4-es szerintem jobban néz ki. Na mindegy, ennyit erről, az újításokról. Holnap este 9, azt mondták, úgyhogy... Így ez is fel van töltve. Holnap este 9-kor kell visszamenni rakodni, úgyhogy ennyit erről. Úgyhogy meg volt ez is. Nem tudom még mi lesz, hát holnap akkor tovább megyek a Brennernél. Hát a Brenner, vagy a Brenner, vagy a Mondban. Majd megyek, ameddig jutok, az kész. Na, videó leállít.
Nos tehát, nem készült most ilyen lerakásos felvétel, mert sietek, aztán elmondom, most nincs kedvem kínlódni vele, meg ingerült voltam. Olyan szavakat használtam, amit aztán nem szerettem volna feltölteni, mert... Na mindegy, az volt a lényeg, hogy ugye felraktuk a fát, azt elvittem, elcseréltem egy üres pótkocsira, aztán... Mája, utána volt még? Ja, hát utána volt még. Felrakás, felraktam. Mit raktunk fel? Várjál, hogy volt? Én már nem is emlékszem, mert... Azóta, tehát a fát raktam fel utoljára, és azóta nem volt rakodás. De valahogy felkerültem a Transmarkba is, de mit vitt? Ja, várja, Angliába kaptam valamit, és azt elvittem ugye a Transmarkba. Arról még tuti megvan szerintem a felrakás. Transmarkban elcseréltem egy magyar fuvarra. A magyar fuvart elcseréltem egy másik magyar fuvarra, itt pedig volt két lerakó, az egyik Bildbe, egyik a Bildbe, a másik pedig itt a város szélén, úgyhogy végül is ennyi történt, semmi érdekes nem történt, csak hát itt is tudod, csúcsforgalomban, és hát ugye a jobb oldali sávból nem lehetett befordulni a céghez. Tehát ahhoz az kellett, hogy átmenjek ott másik sávba, és onnan forduljak be. Hát igen, de mire én észrevettem a cégtáblát, mert ilyen bokrok voltak körülöttem, mire észrevettem a cégtáblát, pont a kereszteződésbe álltam meg, és vissza kellett tolatnom. Na de már ez nem volt olyan egyszerű, mert a többiek nem akartak ebben segíteni, meg dudáltak meg mindent, meg hát szerintem még anyáztak is. És akkor megint itt van az, hogy ugye nem tudják, hogy mit akarok, mert ők nem látnak bele abba, hogy nekem sokkal nagyobb hely kell befordulni, helyette csak az anyázás megy, szóval. Na ezt a részt azt nem akartam felvenni, meg amúgy is siettem, mert úgy volt, hogy még ezután még nekem el kell mennem felrakni valamit, és akkor, mondom, nem is volt már kedvem az egészhez. Előztem itt is az autópályán, az egyes előztem vagy kétszer. Aztán... Ugye ezen az útvonalon jöttem a túloldat, és láttam, hogy itt állnak a rendőrök, de hát nem figyeltem én, hogy miért. Tehát, na mindegy. Tehát az volt a lényeg, hogy láttam, hogy itt állnak, de nem figyeltem, hogy hol. Tehát nem emlékeztem rá, na mindegy. Jött a lejtő, azt meggurítottam százzal, hogy mondom, sietek befele a telepre, azt megyek hazafele. Mert most akkor van négy szabad napom, ugye hát egész csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hát ilyen még nem volt. Erre kielőztem a kamiont, már láttam, a rendőrök már villognak. Ó, Istenem, mondom, nem igaz, hogy egész nap megúsztam ezt a kettőt, azt hiszem kétszer előztem, mondom, ez most 30 ezer forint, most két napig ingyen dolgoztam, az 100%. Ó, hogy mondom, a fel, mondom, megpróbálom valahogy kidumálni, hogy már régóta kim vagyok, meg mennék haza, meg ez, meg az. De az igazából ezt nem lehet szerintem kidumálni, most az, hogy az ember 5 hete kint dolgozik, ez olyan, hogy akkor miért válasz ilyen munkát, szóval. Erre ezt is mondhatnák, na mindegy, mondom, akkor befizetem, a franc egye meg. És nem fog lejni, mi történt. Kiszáll a csaja a rendőrautóból, és akkor meglátom, hogy hát én őt ismerem, de honnan? Hát onnan, hogy annak idején, ahova jártunk ugye nagymamámékhoz nyaralni, ott is voltak ugye ilyen gyerekek, és akkor mi együtt játszottunk. Na hát ez a nő is onnan való, pökönyből, és hát ugye szerencsém volt, mert ugye elengedett, mert ismertük egymást, és egyébként ma ugye kétszer előztem, és gondoltam is rá, hogy mondom, ha találkoznék vele, biztos jól lesz itt, na ezért, de hát tudtam, hogy ez a körzet az M0-ás, mert amikor elkezdtem ezt a szakmát, akkor mondta, hogy ez a körzet az M0-ás, és azt mondja, egyszer jó lenne majd összefutni. Hát mondom, jó, mondom, persze, aztán tessék, itt van. Itt van, de mondjuk erre nem gondoltam volna. De tényleg gondoltam ma rá kétszer is, hogy mondom, lehet, hogy kivesz, de aztán... Ugye hát az egyesen nem, de aztán itt végül is csak összefutottunk, aztán csak vigyorgott azt, hogy jó van, azt mondja, menjél. Hát jól mondom, akkor megköszöntöm, azt eljöttem. Végül is meg is büntethetett volna. Úgy van, hogy most már 6 pont jár, ezt most mondtam, onnan tudom, 6 pont jár.
előzésért, és 5-től 50 ezer forintig. Szóval ez nem az, hogy 30 ezer forint, lehet annyi is, ugye 5000-től 50 ezerig, tehát minimum az 5000, maximum az 50, attól függ, melyik rendőrnek milyen kedve van. De jó pofa volt, hallatjuk, úgy vigyorogtam meg ő is. A franc, tényleg csak összefutottunk, és így, és mert úgy nagyon régóta nem találkoztunk, meg úgy nem is szoktunk beszélni, csak amikor látta, hogy elkezdtem ezt a szakmát, akkor írt, hogy az ő körzetet az M0-es. Tehát akkor még, tehát az nagyon régen volt, hát már másfél éve. És hát ugye nem szoktunk beszélni meg semmi, aztán most csak összefutottunk. Hát erre biztos, hogy nem számított. Hát mondjuk én se. Mondjuk én se, de jó volt. Ja. Aztán... Már nem nagyon történt amúgy semmi itt a két hét alatt. Ugye akaszgatás volt az utánfutókat jobbra-balra. Bementem Móvára, és ott is akasztottunk. Feltankoltam ilyenek. Hát az úton se volt igazából semmi érdekes, csak az, hogy sokat kellett éjszaka vezetni, nappal meg nem bírtam aludni. Belgiumba is ugye, hát elkezdtem, hát mondom, lefekszek aludni, aludtam vagy másfél órát, és akkor ugye felkeltettek folyamatosan, hogy hát vegyek tőlük parfümöt, meg késkészletet, meg ilyenek. De hát magyarok, magyarul beszéltek, nem magyarok voltak, de magyarul beszéltek. És akkor mondom, 120 euró, de az a baj, annyira hülyének néz az embert, hogy az már sértő számomra legalábbis, hogy 120 euróért vette, azt mondja, adjak érte 100 eurót, így kezdődött, hogy adjuk 100 eurót. De mondom, nincs euróm, akkor adjak 80-et. Nem tudom, hogy ezen mi nem volt világos, hogy nincs euróm. Komolyan nem volt egy deka euróm se, csak az apró, ami ezekben van, vagy ebben van. Annyi volt nálam, mert odaadtam egy másik munkatársunknak, mert ő még kint volt, még kint maradt még hetekig, és akkor megvette tőlem, hogy mert neki meg nem volt, és akkor odaadtam. Hát elcseréltünk forintra. Tényleg nem is tudtam volna megvenni, és akkor azt mondja, hogy mennyi forintom van? Hát mondom, az a 6000 forint, amit a 20 euróért kaptam. Azt mondja, hát itt, de itt nem váltják sehol se a forintot. Nem mondom, hál' Istennek, akkor legalább leszállsz rólam. A végén képzeld el, hogy már ide adta volna 6000 forintért is, csak vegyem meg. És egyszerűen nem bírtam megértetni vele a dolgot, hogy nincs szükségem késkészletre. Akármilyen norvég, meg akármilyen kerámia, meg akármilyen minőségi, akkor se költök el rá 6000 forintot, mert nincs rá szükségem. És ezt egyszerűen nem bírtam megérteni. Na mindegy, visszafeküdtem, de nem aludtam el, jött a másik, vegyek tőle parfümöt, valami nem tudom milyen, én nem értek hozzá, Franciaországba gyártott valami parfüm, jó mondom, de mondom, én nem használok parfümöt. Eszégét, mi, hol az Isten nyilvában, ez? Na most úgy van, hogy bemegyünk, ja mert itt le volt zárva az út, na most úgy van, bemegyünk a Nagykőrösi fele, és akkor onnan át. Nem akarok körbe menni. Na, a Bukarest itt balra. Vagy jobbra, az irányokkal. Rá kéne írni a kezemre. Mindig az ellenkezőt mondom, nem tudom miért. Na mindegy, mondom neki, hogy nem használok parfümöt, mondom, nem kell. Az is 80 euró. Az igen, mondom, egy üveg parfümje 80 euró, hagyjál már, mondom, még 1000 forintot se adok érte, nem, hogy 80 eurót. Meg annak is mondtam, ugye, hogy nincs forint, vagy nincs euróm, csak forintom van, de hogy akkor is vegyem meg, mert hogy ez most nagyon megéri, meg ez, meg az. Na mindegy. Legvégén, hogyha nem veszek semmit, egy 100 cigit, akkor is adjak már. Hát de mondom, nem dohányzom, mondom, honnan adjak cigit. Múltkor is oda mentem. Ja tényleg tudom már, hát ezeket a kárpitokat vittük. Angliá, vagy hát a Transmarki. Ott is oda mentem, azt hittem felrakják. Bejelentkeztem, bementem, és akkor mondták, hogy majd másnap este 9. És tényleg este 9-kor én ott voltam, elkezdte rakni, és még kettő raklapra még várni kellett. Vagy hát ilyen kalodára, amivel össze van rakva. Még kettőre még várni kellett egy 10-15 percet, úgyhogy ja, úgyhogy ez a lefoglalt 10 órás időpont az most tényleg helytálló volt. Ott is jött oda a portán a srác, hogy mutogat így valamit. Mondom, mi a francot akar ez? Hogy ja, hogy tüzet adjak neki azt. Ja, jó, mondom, hát tüzem van, de mondom, én nem dohányzom.
Ott is megállított valaki Bordóban, hogy adjak neki tüzet, az úgy mondom, hát én nem dohányzom. Ó, Isten. Megint egész nap nem ettem semmit. Most útközben megettem ezt a paprikás krumplit, amit főztem tegnap. Aztán annyit ettem ma egész nap megint. Nem tudom, amikor hazafele jövök, akkor sose szoktam enni. Valahogy mindig kimarad. Na most a 4 nap mit fogok csinálni? Hát, a holnap semmit. De holnap bemegyek tüdőszűrőre, mert most már zavar engem is a dolog. Hogy nem múlik. Hát múlt valamennyit, de igazából a köhögés inger az megvan. Meg néha előjön. Főleg, hogyha beszélek, de egyébként is. Aztán a francokat mondom, most már elmegyek. Itthon vagyok 4 napot, most ráérek. Most már elmegyek. Most már meguntam. Eddig el voltam vele, azt most már meguntam. Én így szoktam. Hát emlékszem annak idején, mikor gépkezelő voltam, akkor is volt egy benőtt. Benőtt a nagylábú ujján a köröm. Egy évig új volt. Aztán egy év múlva meguntam, kértem időpontot, azt kivágták. Azt utána jó volt. De ugye ezt egyből is meg lehetett volna csinálni, de úgy voltam vele, majd elmúlik. Aztán nem múlt. Úgyhogy holnap 3-kor megyek a tüdőszűrőhöz, ez valami magán tudsz, mert 10 000 forintba kerül, de mondom, megnézetem. Amikor el is ihatnám azt a 10 000-et, az legalább látszik rajtam, de... Most gondolj bele! 10 000 forint, 30 euró, és 37 euróért vehettem volna egy üveg francia vodkát, amit mindig is meg akarok kóstolni, mert olyan drága, hogy lehet, hogy az tényleg annyira jó, vagy csak túlárazott, és azt meg akarom kóstolni, ezt ki akarom deríteni. Na mindegy, majd legközelebb. Na most rászállnom, mert hogyha mégis találnak valamit, akkor meg ki kell kúrálni. Hát jó, persze elmettem volna korábban is, de mondom, annyira nem érdekelt engem a dolog. Aztán ez lesz pénteken. Pénteken kockulunk, Grand Theft Auto Online. Meg sörözünk, meg ilyenek. Szombaton Debrecen. Este vissza, lesz valami buli itt. Meglegtem hívva. Ezt már annyit lettem nyaggatva, hogy menjek. Azt jól mondom, most már akkor megyek. Ez az utolsó. De jól mondom, akkor, de mondom, szombaton akkor is el kell menni Debrecenbe, mert vennem kell gázpalackot, hogy ne kelljen az autópályán venni. Az meg csak a zsibim van. Úgyhogy így is, úgyis el kell mennem Debrecenbe, meg vettem anyáméknak is sört, ezt a lilát ugye, amit mutattam, a medgyest, azt nekik vettem. Hát nem vettem igazából, mert nem fizettem érte, az ingyen volt, de nekik akartam azt, vagyis hát nekik hoztam, akkor úgy mondom. Azt is elviszem, az újságot is el kell vinnem húgomnak, vennem kell gázt, és akkor este megjövök vissza, mit tudom én, 5-kor indulok. Valami ilyesmi este jövök, szóval vasárnap meggondolom. Vasárnap lehet, hogy after party lesz, meg regenerálódás, vagy valami hasonló. Hétfőn meg már jövök vissza dolgozni. Na, gyorsabban. Úgyhogy ez van. Nem, jó. Na, visszatérve erre az elmúlt másfél hétre, nem mondom, nem nagyon történt semmi. Ja igen, kiértékelve a hónapot. 11.346 kilométert tettem meg idáig. És még van 16. Nem voltam ebben a hónapban sehol. Mert ja igen, végül is Dijonba nem mentem el. Mert el akartam menni Dijonba, hát mondom, elmegyek. Igen ám, de ugye odaértem szombat reggel, és akkor vasárnap este meg már indultam tovább. Hát mondom, az annyira meg nem jó buli, hát odaértem szombat reggel, most képzeld el, hogy 4-től aludtam 8-ig, 8:30-ig, ettem, beszélgettem ott még a többiekkel, egy kicsit visszafeküdtem, és majd 3-kor keltem fel délután, hogy ki voltam, mint az állat. Úgyhogy tudja, hogy városnézés az ki lett volna lőve. Úgyhogy ebben a hónapban nem voltam sehol. Lehet, hogy idén ez az első hónap, hogy nem voltam sehol. Na, a jövő hónapban bepótolom, hogyha lesz valami. Lesz valami program. Ja, hát nem akarok ebbe a dologba belemenni. Most megint... Hát valamilyen szinten igazam is volt.
De én nem akarok bántani senkit se ezzel, csak mondom, zárójelben megjegyzem, hogy az a baj, hogy az idősek lenézik a fiatalokat, de van, aki igen, hazudik, aki azt mondja, hogy nem, lenézik a fiatalokat, és amikor mondom nekik, hogy ez így nem lesz jó, akkor én ne dumáljak, mert ő már 30 éve kamionozik, ő már megjárt a Moszkvát, meg mindent. Jó, mondom, akkor csinál. És kivel tolt ki? Velem. Utána nekem kellett kínlódni. Mondtam pedig, hogy nem lesz jó. De hát én nem értek hozzá, jó, akkor mondom. Tehát ezt nem értem. De nem is érdekel, akkor mi van akkor. Csak az, hogy ő utána elmegy, érted? Ott hagyja a francba. És utána kínlódjak vele én, amikor előre szóltam, hogy úgy nem lesz jó. Tehát, mindegy. Nem értem ezeket az időseket se, érted? Panaszkodnak, hogy kevés a nyugdíj, meg milyen sokat kell dolgozni, meg hogy nyugdíj után is dolgozni kell, meg ez, meg az. De amikor a fiatalok meg jönnének, akik átvennék a helyüket, hogy akkor jó van, te már dolgoztál az életedbe 50 évet, akkor most már menjél nyugdíjra, most már pihenjél, azt élezd a nyugdíjas éveket, akkor meg az van, hogy lehúrogják a fiatalokat, mert hogy mi hülyék vagyunk, meg hogy mi nem értünk semmihez, meg mi ne dumáljunk bele semmibe. Na. Tehát nem értem ezeket az embereket akkor. Nem jó nekik semmi. Ja, most erről jött eszembe, hogy nem jó nekik semmi, az embereknek nem jó semmi. Debrecenben 10 darab gyorstöltő állomást építenek jövőre. Ez szerintem nagyon jó, mert ráadásul ingyenes is lesz, mert népszerűsítik ugye az elektromos autónak a technológiáját, hogy legyen töltő, mert aki akar venni, az tudja tölteni. Na. Erre jöttek a kommentek, ja, mert olyan sok elektromos autó van Debrecenben, meg hogy minek az, meg hogy megint csak a gazdagok járnak, jó, mert ingyen tölthetik. Én meg odaírtam alá, hogy mondom, azért, mert hogy te nem tudod megvenni az elektromos autót, az nem azt jelenti, hogy más se tudja megvenni, meg gondolom, ha nem tudod megvenni, akkor saját magadra vessél, az kész. Meg gondolom, közben a piálás meg a cigizés az ezerre megy, azt elkölt rá. Egy család elkölt a cigire, gondolom 60-80 ezer forintot havonta, de közben meg panaszkodnak, hogy hát elektromos autóról meg nem telik. Ez most egy durva példa volt. Én meg ezt írtam alá, hogy szerintem meg igenis legyenek elektromos autótöltők, mert szerintem tök jó. Egész országban nincs szerintem 10 darab villámtöltő, nem hogy Debrecenben. Debrecenben egy van. De szerintem jó. Hát jó, mondjuk hozzáteszem, hogy országos szinten a 10 darabbal többre mennék, mint Debrecenbe a 10 darabbal, de abba bízok, hogy legalább majd a kormány is észhez kap, az legalább, mit tudom én, kiépítenék az autópálya mentén, érted, hogy akinek van a... Vagy az a baj, azért nem vesznek az emberek elektromos autót, mert nem tudják hol tölteni. Na, nyugaton mindenhol ki van építve. És akkor megint ott tartunk, itt a debreceni esethez visszatérve, meg az emberekhez, hogy megint csak ez a hőbörgés megy meg ez a panaszkodás, hogy nem jó semmi. Én meg írtam, hogy akkor maradjatok meg az őskorba, azt járjatok, mit tudom én, gyalog. Az kész. Ez állandóan ez a panaszkodás, meg nem jó semmi, meg elégedetlenkedés. Ezt nem értem. Én sem veszek elektromos autót, mondjuk vehetnék, ha akarnék, de nem veszek én sem, de azért nem szírom azt, akinek van. Meg hogy ha nekem nincs, akkor másnak se legyen. Ez olyan, hogyha döglik az én tehenem, akkor dögöljön a szomszédé is. Ez nagyon hülye egy hozzáállás szerintem a dolgokhoz. Gyerekek, itt 60-65-ig itt nem mérnek be, de 40-nel megyünk. Ezt tapasztalatból tudom. Múltkor Tiszafüred nem kicsit oda léptem neki. Már amennyire oda lehet. Tudod, Tiszafüred végetáblánál mentem Kumadarasra. Ezt nézem, mondom, de rendőrség bele volt olvadva a környezetbe, teljesen nem is láttam. Mondom, nézem az órát, 60, mentem vagy 62-vel, ugye, mert 5-tel többet mutat. A francba mondom, az igen csak egy 30-as lesz. Aztán nem, 65-ig nem büntet. Autópályán pedig 150-ig. Bundáson, ahol 90-es tábla van, ott pedig 110-ig, valami ilyesmi.
Van ráhagyva azért. Rendesen. Ja, tényleg, ez az első felvétel a... ezzel az új kerettel. Úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy jobb-e a hangminőség. Volt, aki írta, hogy vegyek mikrofont, de szerintem nem kell. Meg van, aki azt írja, hogy halk, de hát nem tudom, hogy... Most erre azt tudom mondani, hogy a hiba az nálad van, mert... Én akármikor visszanézem a felvételt, én mindig visszahallom önmagam, szóval... Sosincs az, hogy nekem halk. Nem tudom. Hát a hiba tuti, hogy nálad van, vagy annál, akinél halk. Hát nem tudok vele mit csinálni, figyelj, hát ez ilyen. De mondom, nekem jó, úgyhogy... Tudja, hogy ott van valami, hát nem tudom, hogy mi. Nem lehet, hát hogyha veszek hozzá külső mikrofont, akkor sem lesz jobb a helyzet, hát ugyanaz, ami benne van. Tényleg fejlesztettem a kamerán, ugye? Visszamentem a kóba, és vettem mágnest. Mágnessel pedig azt csináltam, hogy beleragasztottam pillanatragasztóval a... ebbe a pántba, ami ugye a fejem körül van, csak most rohadtul nyomja az agyamat ez a mágnes, úgyhogy ez hosszú távon nem lesz, mert mindegy. Azzal a céllal, hogyha ide ráteszem, ugye ez vasból van, fémből, ide ráteszem, egy kicsit fogja a mágnes, bár én többre számítottam, de nem, és akkor nem bukik le. Talán pont annyira tart, hogy nem bukik majd le. Úgyhogy ezzel a céllal most beleragasztottam egy mágneson, gondoltam, hogy kettőt ragasztok be, de nem jó, mert fel is kell tudni venni a fejemre, úgyhogy... Ja, izzócsere. Ó, te. Ma reggel. Felkeltem 5-kor. Felkapcsoltam a világítás, kivágta. Mondom, a francba. Nem mondom, én nem cserélem ki. Úgy nem mondom, az osztrákoknál csak kicserélem. Nem mondom, hogy 5 perces meló kicserélem, most meddig tart, Istenem, és akkor legalább nyugodt vagyok, nem kell vágni a körmöm, hogy most kivesznek ezért, vagy valami. Hát képzeld el, nekem ugye semmi szerszám nincsen hozzá, csak amit hozzáadtak. Szétszedtem, imbusz kulcsal szétszedtem a Torx-t csavart. Szétszedtem, és egyszerűen nem bírtam összerakni. Ugye van elől 2 csavar, amit én kicsavartam, majd utólag szóltak is, meg szégyen szemre be kellett mennem a műhelybe, nem tudok kicserélni egy izzót se. Szóltak, hogy hát ezt nem kell kicsavarni, jó, mondom, most már tudom. És hát képzeld el, hogy az egyik csavart sikerült becsavarni, de a másikhoz meg nem fért oda a kezem. És beleesett a lámpatestbe a csavar. És akkor komolyan mondom, 40 percig szittam a gyártót, hát mondom, teljesen kiábrándultam a DAF-ból, ilyen nincs. Hogy mondom, így oldanak meg egy izzócserét, aztán közben nem, csak én nem értek hozzá. 40 percen keresztül kínlódtam vele, és nem. Jó, mondom, felidegesített, összeraktam a burkolatot, azt úgy hagytam a francba, mondom, akkor nem világít. Úgyis most már kifele világosodik, majd mondom, akkor szégyen szemre bemegyek a műhelybe, azt csinálják meg, azt akkor majd lehet mondani, hogy ez még egy izzó se tud kicserélni. Hát jó, nem mondtak ilyet, csak elmondták, hogy ezt nem kell kicsavarni, és akkor elmondták, hogy ezt csak el kell fordítani az izzót, és akkor úgy jön ki, na de honnan vettem, hogy ki kell csavarni? Hát onnan vettem, hogy ki kell csavarni, hogy a múltkor beszélgettem valakivel, aki szintén DAF-fal volt, és ő mondta, hogy ki kell csavarni a 2 csavart. Szóval innen vettem, hogy ki kell cserélni. Ezt nem tudom már, hogy jutott eszembe ez a, vagy hogy jött szóba ez a izzócsere, de hétvégén, vagy szerintem hétvégén valakivel beszélgettem, és akkor ő mondta, hogy nagyon szívás kicserélni, meg ki kell csavarni, meg hogyha nem, nincs becsavarva, nem is világít, meg ez, meg az. Én azt nekiestem, szétszedtem atomjaira, azt nem is tudtam összerakni utána. És akkor nem, megmutatták, hogy nem kell kicsavarni, csak el kell fordítani. Istenem, mondom, te ez a régi drótos lehúzós, vagy lefeszítős, mondom, ez miért nem volt jó? Ezt miért kellett megbonyolítani? Közben nincs megbonyolítva, csak másabb. Nem sokkal bonyolultabb, csak másabb. De pont annyival volt másabb, hogy 40 percet simán elcsesztem vele ma reggel. De nyomja a fejemet ez a mágnes. Azt a mindenit. Ez így nem lesz jó.
Azt a buszt le kellett volna gyorsulni. Na mindegy, most már. Nem előzgetek, mert... Mert itt ezen a környéken nincs ismerősöm. Nem, meg kértem a másik izzót, ugye, hogy a készlet meglegyen. Nekem már benne azt is. Hú, ezt a mágnest, ezt lehet ki fogom szedni, innen ez betyár, hosszú távon ez betyárul nyomja a fejemet. Hú, hallod, nem is tudom, mit csináljuk vele. Azt a mindenit. És akkor most van fél hét. Jó, mondjuk fél... Mindjárt benn vagyok a telepen. Hát még össze kell pakolni, semmi nincs összepakolva, kupi van teljesen. Semmi nincs összepakolva, mert arról volt szó, hogy még el kell menjek felrakni ma. És akkor nem is végzek ma, majd csak holnap. Hát mondom a francokat, akkor fejlegesített. Azt mondom, akkor majd összepakolok este, vagy valami. Aztán ezt most állhatok neki, mert... Jó, hát mindegy, mert összehányom a ruhámat, az jó van. Összeszedem a számítógépemet. Ja, igen. Úgy van, hogy ugye lehet 30 GB internetet kérni 10.000 forintért, és most úgy van, hogy a Grand Theft Auto Online óránként olyan 100-200 MB adatforgalmat generál, szóval, hogyha 30 GB-ot elosztod ennyivel, akkor nagyon sokat lehet vele online játszani, úgyhogy most arra gondoltam, hogy lehet beruházok a 30 GB-ba, és akkor egész hétvégén tolhatom a Grand Theft Auto Online-t, és ami nem elég, ugye vannak egyéb más online játékok is, mint az egyik nagyon nagy kedvenc Need for Speed részem, a 2010-es kiadású Hot Pursuit, azzal nagyon sokat játszottam. Azt én nagyon szerettem, ugyanazokat a pályákat, ugyanazokkal az autó, vagy ugyanazzal az autóval, és egyszerűen nem bírtam megunni. Nem bírtam megunni. Azzal szívesen játszanék akármikor újra. Úgyhogy most még korlátlan mobil interneten van, belföldön, szombatig, úgyhogy hát ma már nem, mert fáradt vagyok, majd holnap lemérem, hogy akkor most egy óra alatt mennyi adatforgalmat generál a Grand Theft Auto Online, és hogyha mit tudom, nem keveset, akkor lehet, hogy előfizetek a 30 GB internetre, és akkor nem, hogy hétköznap nem nagyon szoktam játszani, mert nincs rá időm, de azért hétvégén, hogyha nincs városnézés, meg ilyesmi, baromi unalmas. Csúnyán mondtam most. Azt néztem, hogy behajtani tilos van. Nem itt kell visszafordulni, hanem itt. Jaj, hát igen, ez a budapesti közlekedés, nem? Azt hiszem, hogy milyen behajtani tilos van ott kivéve. Nem is tudom, nem is olvastam, hogy mi van ott kivéve. Mondom, itt nem szokott lenni. Na igen, igen, itt kell visszafordulni, nem ott. Húsz, majdnem benéztem. Végül, és nem is, nem voltam kint 5 hetet, mert ugye ez volt az 5., hanem 4 és felett. Ja. Na mindegy. Te azt mondtam a múltkor? Tuti mondtam. Jaj, akkor jöttem befele dolgozni, képzeld, mit láttam. Hát hú, hol a francba volt az a baj, innen nem arról megyünk. Mindegy. Álltam a pirosnál. Azt nézem, ott a... Ilyen sziget volt. Ott áll fent egy Suzuki. Ugye, itt volt az út. Vasút. Meg volt ott olyan sziget, meg az oszlop.
azt így nézem, tudom, mi a francot keresel, hogy ment az oda fel, mert ugye ilyen feljáró nem volt. Hát neki ment valahogy az oszlopnak, ahol ilyen kis Suzuki volt, mint ez. Az igen, mondom. Csávó meg ott ült benne. De szerintem ezt mondtam. Ja, szerintem ezt mondtam. Valahogy neki ment. Ah, kiderítettem, miért áll az állóklíma másfél óra után, mert lemerül az aksi. Volt, aki segített és keresett nekem ilyen angol nyelvű használati útmutatót ez a típushoz, és abban írják, hogy azért nem megy, mert lemerül az aksi. Ugye kidob egy ilyen LB hibakódot, és az az, hogy low battery. Az annak a rövidítése. Elmondom, az király, mondom, ez így van kitalálva, hogy másfél órát megy. Amíg megy, addig jó, de ha leáll, akkor aztán szíves van. Meg az idegesít, hogy úgy áll le, tudod, hogy sípol. Tehát nem lenne ezzel baj, vagy hát baj, hogy leáll, de úgy áll le, hogy sípol. És akkor jó, hogyha leáll, akkor oké, leállt, az kész, de hogyha sípol, arra én felkelek. Ez egy kicsit idegesítő, hogy ez így van kitalálva. Na jó, van, azt hiszem elmondtam mindent, amit úgy el akartam. Nincs semmi most. Ja, fáradt vagyok, álmos vagyok, éhes vagyok. Holnap tudja, hogy lecsót főzök, ez 100%. Megkívántam, idén nem ettem lecsót, idén dinnyit se ettem. De azt nem veszek, csak lecsónak valót. A lecsót is mibe főzök? De van nekem lábasom otthon, hogy ne lenne. Egerbe vettem. Főzik úgy, hogy holnap után. Hát egy lábassal főzök, hogy legyen. Nem tojásosan meg ilyesmi, hanem csak úgy simán. Friss kenyérrel, egy üveg sörrel. Hú, na kíváncsi leszek rá otthon, mit fognak szólni a vodkához. Ugye mondták, hogy ez király vodka, ha látok, valahol vegyek. Hát jól mondom, azóta nem láttam sehol, csak itt azt most vettem. Na, azt kíváncsi leszek rá, hogy mit fognak szólni otthon hozzá. Na jól van, szerintem ennyi erre a hétre, vagy hónapra. Aztán majd hétfőn meg folytatom.